Judit édesanyja nagyon régóta szenved szklerózis multiplexben. Ez a tény is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fiatal nő gyógytornásznak tanult és külföldön ma is mások felépülését segíti. Nagy szerelme a fotózás, az utazás és a tenger. Somogyi Judittel beszélgetek Sopronban. Nagyon vidám személyiség, és előzőleg beszélgettünk a különböző problémáiról, amik csak voltak elvileg, ugyanis gyulladásos betegségei voltak pár évvel, pár hónappal ezelőtt. Tudnáról beszélni, hogy ezek hogyan jelentkeztek, és milyen segítséghez fordult, milyen segítséget keresett a problémáira, és hogy vajon miért jelentkeztettek ezek a gyulladásos problémák a szervezetében? 2009-ben fordultam először orvoshoz, ahol először CT-vizsgálatot készítettek, egy kontrasztanyagos CT-t, ahol már feltételezték azt, hogy Crohn-betegségem van. Aztán következtek a további vizsgálatok. Először volt egy kolonoszkópia, aztán utána csináltak egy biopsziát ebből, és a biopszia kimutatta, hogy Crohn-betegségem van. Az alaptünetek igazából leginkább az volt, hogy hasmenésem volt, és folyamatosan fogytam. És hát a kiváltó ok egyrészt, így utólag visszagondolva, biztos, hogy a stressz nagy szerepet játszhatott, illetve szedtem egy gyógyszert, egy A-vitamin származékot, ami generálta végül is a problémát. Alapvetően is volt korábban hasmenésem, de ettől nagyon komolyan elindult. De először háziorvoshoz fordultam, akkor csak sima alapvizsgálatok voltak, laborvizsgálat, ultrahangvizsgálat, az igazából nem mutatott ki semmit, és akkor utána mentem gastroenterológushoz, ahol és jöttek a további vizsgálatok. És sikerült akkor azonosítani a betegséget? És ott aztán mégis is azonosították, tehát a biopszia alapján azonosították a betegséget, hogy Crohn-betegség. A Crohn-betegség egy krónikus gyulladásos bélbetegség, amely leggyakrabban a vékony bél utolsó szakaszát, ritkábban a vastagbél kezdeti szakaszát érinti. A gyulladás a bélfalának teljes keresztmetszetét, teljes vastagságát érinti, de általában csak a vékony bél egy-egy szakaszában jelentkezik. Vagyis a gyulladt bélszakaszok között találunk egészséges bélszakaszokat is. A Crohn-betegség tünetei betegenként nagyon változatosak lehetnek. Leggyakrabban a bélrendszert érintő általános gyulladás tüneteit észleljük, ilyenek a krónikus hasmenés váltakozva a székrekedéssel, véres székletürítés, sürgető székelési inger, hasi görcsök, ritkán láz és súlyvesztés. Gyermekkorban a betegség a normális növekedés lelassulását okozhatja. Előre haladott betegség esetén az érintett beteg bélszakaszok között összenővések és sipolyok is kialakulhatnak. Sipolynak azokat a belső járatokat nevezzük, amelyek egészséges szervezetben normális körülmények között nem fordulnak elő. Crohn-betegség esetén a sipolyok a beteg bélszakaszok között ritkábban a húgyhólyag, a hüvely vagy a bőrfelszín és a beteg bélszakasz között alakulnak ki. Ezek az állapotok azonnali sebészi beavatkozást igényelnek. A betegség kialakulásának oka egyelőre még nem teljesen tisztázott. Az egészséges bélrendszerben hasznos baktériumok élnek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a normális emésztéshez. Gyulladásos bélbetegség esetén az immunrendszer tévedésből kórokozóként azonosítja ezeket a baktériumokat, ezért támadást indít ellenük, ennek következtében alakul ki a gyulladás. Az immunrendszer ebben a csatában nem győzhet, hiszen a normál bélbaktériumok nem fogynak el a bélrendszerből, mert szükség van rájuk. De az immunrendszer sem adja fel a harcot, így a gyulladás krónikussá válik. A tünetek és a beteg panaszai attól függnek, hogy a gyulladásos folyamat az adott időszakban mennyire aktívan zajlik. A Crohn-betegség pontos diagnózisa endoszkópiával és az endoszkóppal vett minta szövettani vizsgálatával állítható fel. Egyéb vizsgálatok, például hasi ultrahang, röntgen vagy CT-MR vizsgálat a betegség diagnosztizálására nem alkalmas, sőt, még a folyamat nyomon követésére is csak nagyon korlátozottan. És milyen kezelési javaslataik voltak az orvosoknak? Hát alapvetően csak gyógyszeres kezelés jött szóba. Első körben szalazopirin származékokat kaptam, amire nem igazán reagáltam jól, tehát még erősebbek lettek a hasmenéses tünetek.
Utána pedig pentasát írt fel az orvos, ami egy szteroid származék, ami szintén nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és akkor gondolkoztam erről, hogy meg kéne próbálni valami más alternatív lehetőséget is. Ez mikor volt, amikor az alternatív lehetőségek iránt kezdett érdeklődni ez? Hát a betegség megjelenése után 1-2 évvel már akkor azt mondtam, hogy a gyógyszeres út, csak magában a gyógyszeres út biztos, hogy nem lesz járható. Sok mindent kipróbált utána? Nagyon sok mindent. És a gyógygombákra mikor akadt rá? A gyógygombákra a betegség után körülbelül 2 évvel. Édesapám tudomást szerzett a gyógygombákról, és mondta, hogy hát próbáljuk ki. És akkor ismerkedtem meg, szép lassan kezdtem el szedni, fokozatosan emeltük az adagot, és már pár hónap múlva éreztem így a hatást, hogy sokkal ritkább jöttek a hasmenéses tünetek, illetve nem voltam annyira fáradt. Ez nagyon fontos információ, hogy pár hónap múlva. Ezt azért akarom kihangsúlyozni a beszélgetésünk során, mert vannak olyan betegek, akik egy alternatív terápiát, mint a gyógygombáktól, azt várják el, hogy akár napokon belül érzékeljék a hatást. És a gyógygombák azok úgy működnek, hogy amikor elfogyasztjuk őket, akkor a bélbaktériumok érzékelik ezeket a gyógygombákat, elfogyasztják a poliszaharid hatóanyagokat, a gyógygombák fő hatóanyagait, és ezekből termelnek olyan anyagokat, amik gyulladásgátóak. Növelik az inzulin érzékenységét, ápolják az idegrendszert. És ez egy hosszú folyamat. Úgyhogy, hogy krónikus stressz ért minket életünkben, akár születésüktől fogva ez a krónikus stressz ez érhet minket. Nem mindenkinek van szép gyermek, volt szép gyermekkor, lehet, hogy az emberek többségének nem. Akkor ez folyamatos, ezen keresztül folyamatos károsodás éri az idegrendszerünket, ami kommunikál az immunrendszerünkkel, és akár gyulladást kelthet a szervezetünkben, hogyha nem jól működik. És gyógygombák egy ilyen hosszú krónikus gyulladáskeltő folyamatot fordítanak meg, és az nem megy egyik napról a másikra, hanem jellemzően ez hónapokig tart. És még tovább lehet növelni ennek az eredményességét, hogyha valaki, akinek ilyen jellegű gyulladásos problémái vannak, az emberek valószínűleg többségének, azok az életmódjukon is változtatnak, az étrendjükön, és mondjuk elkezdik a sportolás, vagy a testmozgás mennyiségét növelik. Ez mind gyulladás csökkentő folyamat. A Crohn-betegség gyógyszeres kezelése mellett nagyon fontos az egészséges életmód bevezetése és a stressz minimalizálása. A diéta hatása az egyes betegekre változó, bizonyos ételek az egyik beteg állapotát rontják, a másikét nem befolyásolják, ezért érdemes minden betegnek étkezési naplót vezetni és saját magán kitapasztalni azokat az ételeket, amik az ő betegségének nem tesznek jót. A Crohn-betegeknek fontos a megfelelő vitaminbevitel biztosítása, hiszen a vitamin felszívódás biztosan csökkent a betegbél szakaszokban, ezért B és D vitamin, vas, magnézium, kálium és kalcium külön bevitele szükséges. A probiotikumok szedésének jótékony szerepe Crohn-betegségben egyelőre nem tisztázott. Tehát a gyógygombákat már nagyon régóta alkalmazza, és nem hagyta abba az évek során? Nem, szerint. Folyamatosan szedem. Kisebb dózisban most már, de folyamatosan szedem megállás nélkül. És mi vezetett oda, hogy nem, abba szokták hagyni egy időt? Azt gondolják, hogy meggyógyultak a betegek, az emberek, és utána abba hagyják. Mi volt az oka, hogy nem? Hát valószínű, hogy van bennem ezzel kapcsolatban egy kis félelem is. Tehát, hogy soha nem hagytam abba, és nem tudom, hogy mi lenne, ha abba hagynám. Mennyi ideig tartott előtte ez a betegség? Hát előtte olyan 2 évig volt nagyon intenzív, és akkor utána szép lassan alakult át, és akkor egyre könnyebb lett már. Tehát az elején akkor elég sokat jártam kórházba, sokat voltam otthon, sokat voltam táppénzem. Korrekte azt mondom, hogy ez egy traumát okozott önnél, egy lelki traumát. Mindenképp. Tehát a gyógyuláshoz nem csak a testi tüneteknek a csökkentése vagy megszüntetése vezetett, illetve a tünetmentességhez, hanem egy lelki traumának a feldolgozása is, ugye? Így van. Tehát a gyógygombákkal kapcsolatban lehet, hogy korrekt az a kijelentés, hogy a testet és a lelket egyaránt ápolta, és mind a kettő vezetett a
tüneteknek a csökkenéséhez. Így van, én maximálisan hiszek is ebben, hogy a test és lélek együttesen befolyásolja a közérzetet és az egészséget, így van. Változott a világnézete az elmúlt időszakban? Rengeteget. És milyen irányban? Mitől mifelé? Ma már azt mondom, hogy sokat köszönhetek a betegségnek, tehát nagyon sokat változott így a nézetem. Korábban sokkal inkább racionális voltam, most már azért nyitok más irányba is, és másképp szemlélem a világot. Tehát pozitívabban nézem a világot, és sokkal inkább befogadó vagyok más dolgokra is. Ami nagyon tanulságos szerintem mindenki számára az ön történetéből az az, hogy a gyógyulás mennyire összefonódik a lelki egészséggel. Tehát egy súlyos szervi problémának a meggyógyítása az mindig együtt jár, vagy előfeltételezi a lelki sérüléseknek a csökkentését vagy megszüntetését. És a gyógygombák azok nem csak közvetlenül a bélrendszerünkben hatnak, ahol a maga a betegség van, hanem a tápcsatorna, a bélrendszerünk az kommunikál a központi idegrendszerrel. Ezt most kezdték kutatni az elmúlt 10 évben. Nagyon bonyolult információcsere történik az agy és a bélrendszer között, és ez az információcsere lehet gyulladás csökkentő, vagy gyulladás növelő. És a gyulladás csökkentéshez vezet az egészséges életmód, mondjuk a gyógygomba poliszaharidok alkalmazása, vagy a növényi étrend is ilyen, vagy pedig az olajos magva fogyasztása, vagy a jóga, vagy a sport, ez mind javít a központi idegrendszer működésén. És a központi idegrendszer viszont visszacsatol, a központi idegrendszer jól működik, akkor képes csökkenteni az egész szervezeten belül a gyulladás szintet. Ezt a paraszimpatikus, vagy a vándorló idegrendszeren keresztül végzi ezt a munkát, a gyulladás csökkentő munkát a központi idegrendszer, aminek a fontosságát egyre inkább felismeri a modern orvostudomány. Ezt a szív ritmus variabilitással mérik, minél magasabb általában ez a szívritmus variabilitás, annál egészségesebben működik a paraszimpatikus vagy a vándorló idegrendszer, és sokkal jobban tudja egy optimális működés esetén csökkenteni a szervezetben gyulladás szintet. Tehát a gyógygombák mind az idegrendszerre hatnak, még olyan mértékben is, hogy klinikai kísérletben egyes gyógygombákról igazolták, hogy képesek a mentális sérüléseket is csökkenteni idős embereknél, ilyen a süngomba, a süngomba kivonatai, mint pedig az immunrendszert is képesek befolyásolni a bélbaktériumokon keresztül, a gyógygombák és a bélimmunrendszerén keresztül a gyógygombák, és a kettő, tehát maga a szervi problémák megszűnése és az idegrendszeri sérülések csökkenése az előfeltételezi egymást, és párhuzamosan egymás mellett működik. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a tapasztalatait. Azt hiszem, hogy mindenki számára világossá tette a története, hogy a test és a lélek gyógyulása csak kéz a kézben történhet meg egymással. Nagyon szépen köszönöm.